Fegyverek és robbanások zajától hangos már napok óta Ukrajna keleti része. Miután Oroszország megtámadta a szomszédos államot, számos támadásnak lehettek szem és fültanúi az ukrán lakosok. Ez a felvétel Harkivban készült, Ukrajna második legnagyobb városában. Sajtóértesülések szerint több tucat halálos áldozatot követeltek a bombázások, amelynek következményeképp egy iskola és egy kórház is megsemmisült. A város polgármestere Igor Tekerkov azt mondja, lakóházakra is lőnek az orosz katonák. A február 25-e óta tartó háború elől több százezren menekülnek. I'm scared. Ez az asszony egy külföldi televíziós stábnak mondta el, mennyire fél, de nem lát más kiutat, muszáj elmenekülni a gyermekeivel. Nagyon hálásak vagyunk egyébként az embereknek. Ezt már a pécsi ukrán önkormányzat elnöke mondta stábunknak. Popovics Jelena azt mondja, mivel ő nem politikus és nem is katona, ezért az emberi oldalát látja a háborúnak. Ott maradt az egész családunk, az enyém, még a férjemnek, az összes rokonai, és természetesen nagyon aggódunk értünk, viszont nagyon-nagyon sok ember menekülnek, és próbálunk segíteni nekik úgy, ahogy csak tudjunk. Ezzel folyamatosan tartunk kapcsolatot a telefonon. Emellett élelmiszert és a mindennapokhoz szükséges eszközöket, termékeket igyekeznek elszállítani a határig, de pénzbeli felajánlást is fogadnak. Az itt olvasható számlaszámra küldhetnek adományt azok, akik így szeretnének segíteni. Bár a menekülők a határhoz közelebbi városokba érkeznek először, Pécs is felkészült fogadásukra. Mi kicsit messze vagyunk a határhoz, a határtól, és azért most működik a koordinációcenter, ami ha betelik ott a hely, meg most több mint 80 ezer ember jut az utóbbi időbe, akkor ide fognak irányítani. A pécsi önkormányzat elsősorban az Expo Centerben alakít ki ideiglenes szálláshelyeket, de Popovics Jelena azt mondja, civilek is felajánlottak már lakásrészeket, ahol fogadnának menekülteket. Március 1-én reggel ezen műholdkép alapján becslések szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tartott Kijev felé. A háborús szakértők szerint a következő néhány napban heves harcok lehetnek az ukrán főváros környékén és a többi fronton is. Az adományokat pakolják fel a kis teherautóra a Fidesz képviselőjelöltjei Pécsen. Ezen kívül 2 millió forintot gyűjtöttek a napokban, amiből tartós élelmiszereket vettek az Ukrajnából hazánkba menekült embereknek. Mintegy 3,5 tonna élelmiszert vásároltunk be a közel 2 millió forint adományból. Ehhez csatlakoztak hozzá Kővár János barátommal meghirdetett Fidesz irodákban történt bejuttatások, rengeteg tartós élelmiszer, amit a mai reggelen innen Pécsről 2 teherautóval, Komlóról 1 további teherautóval elindítunk Szatmár csekére, a határ innenső oldalára. Az ottani református egyházközségnél már 100 ember van menekültként ellátásban. Jó emberek laknak Magyarországon, ez igaz Pécsre, Komlóra és a környező kis településekre is, mondja Kővári János, hiszen az első felhívásukra, hogy segítsenek a háború elől menekülőknek, sokan tettek felajánlásokat. Jelentkeztek több százan, akik vagy pénzzel, vagy valamilyen élelmiszeradományjal, esetleg ruhával, pokróccal segítették a mostani rakománynak az összeállását. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell érteni a baloldal politikusainak is, akik egyébként még a háborút is kampánycélokra használják és lejárató kampányra, hogy itt az ideje annak, hogy összefogás legyen a Kárpátalján élőkért és minden menekültért, mert alapvetően ezzel szolgáljuk a békét elsősorban, és nem azzal, hogy egyfolytában hetszeljük egymást. Megköszönték az adományozóknak a segítséget a képviselőjelöltek, illetve köszönetet mondtak azoknak is, akik segítenek eljutatni az élelmiszer szállítmányt a bajba jutottaknak. A politikusok mellett a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított. Elsősorban tartós élelmiszerre van szükség, amit azonnal fogyasztani lehet, mint például keksz, csokoládé, kis kiszerelésű üdítők. Szükség van még higiéniás termékekre is, például WC-papírra, papír zsebkendőre, nedves törlőkendőkre, fogkefére, fogkrémre, ezen kívül plédek, pokrócok, takarók és ágyneműhúzat, valamint polifóm az, aminek igen nagy hasznát vehetik a rászorulók a befogadó állomásokon. A 1359-es adományvonalunk él, és az oda befolyt összegek ugye a befogadó állomások működtetésére, valamint a kárpátaljai magyaroknak a megsegítésére fogjuk fordítani. A Kárpátaljai Vöröskereszt működik
működik együtt a Magyar Vöröskereszt. Őtőlük kapjuk folyamatosan azokat a megkereséseket, hogy mire van ott kint szükség. Ugye ilyen például az ásványvíz és a kötszer. Emellett a Nemzeti Összefogás számla számára is utalhatnak pénzt a segíteni szándékozók, akik pedig nem anyagiakban támogatnák a menekülteket, a tárgyi felajánlást is választhatják.